Köszöntöm a VKC televízió nézőit, önök a heti krónikát látják Budakalász híreivel és eseményeivel. Lássuk először témáinkat röviden. Várostakarítás. Április 30-án a Teszed országos szemétszedési akció keretében. Földnapja. Színes programokkal készült a Faluház. Rockház. Deák Bill Gyula a Faluház színpadán. Budakalászváros önkormányzata április 30-án tavaszi nagytakarítási akciót szervez. A város megtisztításához önkénteseket keresnek, várják a lakosság és a civil szervezetek, egyesületek jelentkezését is, hiszen a város közös érdeke, hogy a környezet rendezett és esztétikus legyen. A sikeres várostakarítási programnak köszönhetően már sok korábban hulladékkal teli, elhanyagolt terület tisztulhatott meg az elmúlt években. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezi a várostakarítási napot Budakalász város önkormányzata, és ez most egybeesik egyébként a Teszed mozgalommal, ezért került ez az időpont kiválasztásra április 30-a. Hát mindenkit várunk, aki tenni akar a tisztább, élhetőbb városért, lakókat, civil szervezeteket, cégeket, bárkit, aki úgy gondolja, hogy részt szeretne venni ezen akción. A munkanapokon várjuk, hogy a telefonon adják le a jelentkezésüket, de arra kérem, hogy munkanapokon kívül egy e-mailen is küldjék el a jelentkezési szándékukat a résztvevők. Ez a ferenci.beatrix@budakalász.hu. Fontos lenne megjelölni azt, hogy a helyszínt, ahol szeretnének takarítani, a résztvevők számát, és feltétlenül mindenképpen meg kéne jelölni a kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát. Az akcióhoz az önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan biztosítja a zsákokat, a kesztyüket és vállalja a hulladék elszállítását. Budakalászon általában a külterületi részeken fordulnak elő illegális hulladék lerakások, amik az átmenő forgalommal érintettek. Tehát ezekre a területekre várjuk a jelentkezőket, illetve ugye a patakvölgyeknél fordul még elő, hogy ott a patakokba megjelenik időről időre elhagyott hulladék. Az elmúlt évekhez hasonlóan lesznek olyanok, ugye, akik nagyobb fővel jelentkeznek, hogy már az előző napon biztosítjuk számukra a szükséges eszközöket. Azonban akik előző nap nem tudják átvenni ezeket a zsákokat és a kesztyüket, azokat a várostakarítás napján, tehát április 30-án, itt a főtéren, a polgármesteri hivatallal szemben, Petőfi tér 1 parkolóban várnám 9-től 10 óráig, hogy át tudjuk adni a takarításhoz szükséges eszközöket. A tavasz a megújulásról szól, ezért április 30-án várostakarítást szervez az önkormányzat. A tervek szerint több területen is végzik majd a hulladékgyűjtést, ezért fontos, hogy minél többen csatlakozzanak a programhoz. Kicsékre és nagyokra, magánszemélyekre, cégekre és civil szervezetekre egyaránt számítanak a szervezők. Invitálom a kedves budakalászi lakosokat, egyesületeket, klubokat, illetve én szeretnék ezeken kívül is látni új arcokat, akik Budakalászra esetleg frissen beköltöztek, mert a régieket már ismerjük, és a jól megszokott módon továbbra is folyik ez a várostakarítási akció. Sok a zöld területünk, a szabad terület, tehát ami megkívánja, és egy picit a lakossághoz is szeretnék azért szólni, hogy
Sajnos vannak a városban olyan ingatlanok, amik kimondottan el vannak hanyagolva, illetve éveken keresztül nem megfelelő állapotban van, és akkor megkérném a tisztelt lakosságot, illetve minden ingatlan tulajdonost, hogy a dzsúvától, a szeméttől takarítsuk meg a várost, és söpörjük le az utcát, a járdát tegyük járhatóvá, a babakocsival közlekedő anyukákra is gondoljunk meg, a nyugdíjas kocsival közlekedőkre is, hogy tudjanak elmenni a járdán, a susnyárokat, a bokrokat nyírjuk meg egy kicsiket, tegyük rendbe a várost, és akkor egy szép ékszerdoboz lesz Budakalász továbbra is. A munkavégzéshez szükséges zsákot és kesztyűt ingyenesen biztosítanak a helyszínen, emiatt előzetes jelentkezés szükséges. A jelentkezéskor jelöljék meg a munkavégzés helyszínét, a munkakezdési időpontot, a résztvevők létszámát, a kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát. Magyarországon 26 éve ünnepeljük a Föld napját. Az esemény alkalmából különféle programokat rendeznek világszerte, amikkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Nem volt ez másképp Budakalászon, a faluházban sem, ahol két napon keresztül várták az érdeklődőket. Hazánkban 1990 óta tartjuk rendszeresen a Föld napját, minden év április 22-én. A mozgalom célja, hogy felhívják a figyelmet a természeti értékeink megóvására, és mindenki egy kis lépéssel hozzájáruljon ahhoz, hogy környezetünk jobbá váljon. Kétnapos programot szerveztünk idén. Azt gondoltuk, hogy egyrészt az iskolásoknak, a helyi általános iskolásoknak és a nagy közönségnek is szervezünk programokat. Úgy gondoltuk, hogy mindig más, minden évben más tematika szerint építjük föl a Föld napját. Idén elsősorban a klímaváltozás került a középpontba, és a természeti értékeink. Próbáltunk minél változatosabb programokat összeállítani a közönségnek, úgyhogy ha valaki egy előadásra beül, utána egy mozgásos, játékos programon vehet részt, vagy esetleg egy héja bemutatót tekinthet meg, vagy beszélgethet a héját tartó gondozóval. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb módja annak, hogy az iskolai tananyaghoz kapcsolódva egy másfajta megközelítésből, vagy azonos megközelítésből, de másfajta módszerekkel szerezzenek ismereteket és olyan pozitív benyomásokat, amik segítik aztán az iskolai tananyagnak az elsajátítását is, hiszen valóban itt speciális szaktudással rendelkező szakemberek saját élményeiket adják elő, vagy játszatják el a gyerekekkel, és ezek alapján foglalkoznak a gyerekekkel. Tehát ők mindenképp olyan plusz tudnak nyújtani, ami hasznos a gyerekeknek, és így a tanárnak is, mert aztán rá lehet kérdezni a tanórán, lehet rá emlékeztetni azokra az élményekre, amiket itt szereztek, azokra a tapasztalatokra, amiket itt szereztek. Azon kívül az iskolából kimozdulnak, akármennyire is jól érzik magukat az iskolában, ugye ezt a napi rutint egy kicsit megtöri, és biztos vagyok benne, hogy ez segít abban, hogy felfrissülve, új élményekkel telve térjenek vissza az iskolai oktatáshoz. Budakalászon egész évben igyekeznek olyan programokat szervezni, amelyek segítik a helyi természeti értékek megóvását. Idén a programok között különböző előadások és vetítések is szerepeltek. Délelőtt két olyan előadónk van, akik a Fővárosi Állat és Növénykert munkatársai. Ők egyrészt előadásokat is tartanak, és bemutatókat, és drámajátékot is. Úgyhogy ezen a délelőttön többféle programot is kínáltak a gyerekeknek, az érdeklődő gyerekeknek. Szerda este 7 órától Heiling Zsolt, a Földgömb magazin kiadója, tart egy élménybeszámolót, vetített képes élménybeszámolót az áprilisi expedíciójukról, amit Nagy Zsolt, az ELTE geográfusa vezetett. A Chilében jártak a világ legmagasabban lévő tűzhányóján, 6000 méter környékén, és olyan méréseket végeztek, amik a klímaváltozással kapcsolatosak, tehát arról gyűjtöttek adatokat, hogy milyen mértékű a klímaváltozás, milyen jellegű,
erről tart egy érdekes beszámolót. Heiling Zsolt előadásában elképesztő képeket mutatott a Föld legnagyobb vulkánján kutató magyar expedícióról. Ilyen magasságban még soha senki nem folytatott hosszú távú klímamérést. A csapat megörökítette a felkészülést és a leírhatatlanul csodás tájat. Ez egy kutató expedíció, kicsivel több, mint egy utazás, azonban ez a Földgömb magazinnak a vállalkozása, ezért kapta a nevet, hogy Földgömb Atacama Klímamonitoring Expedíció, amikor 2012-ben először jártunk ezen a helyszínen, azóta, mint ahogy a logóban is látható, ez már Magyar Szárazandok kutatási programmá nőtte ki magát, hiszen már harmadjára jártunk Chilébe ezen a hegyen. És akkor csapjunk is bele, nézzük meg, hogy hol járunk. Ugye adatvadászok volt az előadásnak a címe. Hát itt vannak az adatvadászok, akik már a terepen vannak. Chilébe, Dél-Amerikába fogunk elkalandozni. Santiago, ugye Chile fővárosa, egy fantasztikusan szép dél-amerikai ország, majdnem 4000 kilométer hosszan a Csendes-óceán partján húzódik végig maga az ország. És ahova mi menni fogunk, az ott egy piros ponttal van jelölve, ez a Föld legmagasabb tűzhányója, az Ojos del Salado, 6893 méter magas a csúcsa. És mi azt tűztük ki célul annak idején 2012-ben, hogy elindítjuk a Földön a legmagasabb klímamonitoring, klímakutató programot, és ennek a helyéül szemeltük ki ezt a tűzhányót. És hát most már harmadik alkalommal megyünk a műszereinket leolvasni, és hát igen komoly tudományos publikációk születtek már, elég sokan kapcsolódtak magához a programhoz. A Földnapja volt a világ első nagy környezeti megmozdulása, és a Földnapja már a világméretű mozgalommá vált. A Nemzetközi Földnapja hálózat 192 országban több mint 15 ezer szervezettel dolgozik azon, hogy évente ne csak egyetlen egy nap legyen a Földnapja. Idén többek között 2020-ig tartó faültetési mozgalmat hirdetett. Ebben az évben is megrendezik május 1-én a hagyományos kevére felfutó versenyt és gyalogtúrát Budakalászon. A nevezés továbbra is díjtalan. Újra itt a kevére felfutó verseny és gyalogtúra, melynek célja, hogy összehozza a budakalászi sportközösséget és sportolásra motiválja a helyieket. Az már nagyon régre visszanyúlik, több évtizedes ez a kevére felhívás, verseny, gyaloglás, bárki, ahogy szeretné nevezni, és hagyományok tisztelete az minket nagyon kötelez arra is, hogy tovább vigyük ezt, és nagyon nagy hagyománya is van ezek által neki, és nem hiába ez a szlogenünk is, hogy lendületben a város, fiatalos város, sportos város, szeretnénk ezt, hogyha mindenki ezt komolyan is venné, mert mi is komolyan veszük, nagyon sokat áldozunk is arra, hogy Budakalászon a tömegsport minél több embert tudjon vonzani, minél több embernek legyen szimpatikusabb, és ennek része a kevére fel. Úgyhogy ez a durván 5 kilométeres táv, ez általában ugye, aki futanak olyan, azt hiszem a csúcs az, ami 30 perc alatti idő, a csúcs, aki meg hát sétálgat, meg gyalogolnak másfél óra, oda az út vissza picit rövidebb, mert lefelé jövünk, picit rövidebb, ha jó idő van, picit fel meg tudunk pihenni, picit napozni is lehet. Ez egy kellemes délelőtti, kora délutáni elfoglaltság lesz, és utána pedig egy after party várja az embereket a faluházban, mert ugye tudni kell, hogy jó pár esztendeje most már a Kóskároly Művelési Házzal közösen szervezzük ezt a napot is többek között, meg mint az összes budakalászi olyan rendezvényt, ami sporttal is kapcsolatos. A finanszírozást hozzáteszi az önkormányzat, de most már az operatív munkát átadtuk a faluháznak, mégiscsak ugye az ő kompetenciájukba talán még jobban élik bele, kollégák sokkal jobban tudják ezt szervezni, mint hogyha mi szerveznénk, úgyhogy a faluházzal közösen szervezzük idén is a kevére felt, utána pedig lesz egy after party a faluházban, ahol grill terasszal, gyermekprogramokkal és mindenféle olyan meglepetésekkel várjuk a budakalásziakat és a nem budakalásziakat is, akik ezen a napon szeretnének velünk lenni. A rajt ezúttal is a budakalászi Kőbányai úton lévő millenáris keréktől indul május 1-én 10 órakor. A cél a Kevényergi turistaház romjainál lévő pihenőhely. Ez egy futó és túraverseny, ez már nagyon régen, még a cserkészek alapították, megmondom ezt, én nem tudom pontosan milyen régen. Mi most már negyedik éve szervezzük a művelődési ház részéről, meg bonyolítjuk le az egészet. Az önkormányzat
végül az önkormányzat karolta fel ugye 2000-es években újból, és akkor így azóta folytatjuk ezt a hagyományt. Május 1-én van ez mindig, ez kőbe van vésve, ez idén vasárnapra esik, úgyhogy vasárnap várunk reggel mindenkit nagy szeretettel. Ez egy családokat összefogó rendezvény, ez is évről évre népszerű. Most néztem meg az előbb a statisztikákat, tavaly 423-an neveztek, előző évben csak 230-an, tehát évről évre többen vagyunk. Ez persze függ attól, hogyha a csodálatos jó idő van, akkor rengetegen fognak jönni, hogyha esik az eső, akkor kevesebben, de akkor is sokan kitartanak. Ez a fönt ugye a romoknál tartunk egy ilyen pikniket, és ez nagyon népszerű. A Kőbányai úton, ott a patika előtt van a nevezés, 9 órától lehet nevezni, 10-kor van a rajt előtte, itt is van egy rövid bemelegítés. Mindenkit befújunk kullancsriasztó szprével, de erre azért mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy otthon is azért, ha megteheti, akkor fújja be magát, mert rengeteg kullancs van, azt mondják a hozzáértők. És akik túráznak, azokat lent kapnak tőlünk egy fél literes ásványvizet, térképet, de előző nap nagyon alaposan kitáblázzuk az egész útvonalat, mert rengeteg pici gyerek van, hogy nehogy eltévedjen valaki, tehát mi előző nap folyamatos piros-fehér-csíkosszalagokkal lesz kijelölve az egész útvonal. Arra kérünk mindenkit, hogy akik jönnek, fokozottan ügyeljenek a tisztaságra, és a tüzet nem gyújthat senki, és tényleg az, hogy ne térjenek le az útról, ne dobálják el a szemeteket, mert csak így lehet még tökéletesebb a nap, és így kaptuk meg az engedélyt. De aki felér, erre az alkalomra tervezett pólót kap külön. Nagyon szép a hölgyeknek. Türkiszkék a férfiaknak, ilyen keki pólókat terveztünk, és akik meg esetleg nem nyernek pólót, nekik meg idén először egy kitűzőt adunk jutalmul, hogy teljesítették ezt a nem kis távot, és természetesen a piknik, ami zsíros kenyér, kekszek, zöldségek, ásványvíz, és egy jó kis, mert tavaly beruháztunk egy csomó piknik takaróra, hogy egy ilyen kellemes délutánt el lehet ott kora délután tölteni a hegytetőn. A túra útvonala körülbelül 6,5 kilométer, nevezni a helyszínen lehet 9 órától. A verseny a közös bemelegítést követően indul. Nevezési korhatár nincsen, de a 14 év alatti versenyzők kizárólag szülői felügyelettel vehetnek részt a versenyen. Negyedik alkalommal rendezik meg a Kalászi Kocsi Fesztivált a Kóskároly Művelődési Házban. Április 19-én a szervezők egy sajtótájékoztató keretében ismertették a programokat. Minden, ami keréken gurul. A fesztivál alapötletét Budakalász főjelképe, a Kalászi Kocsi, Európa első kocsi ábrázolása adta. Ennek a leletnek a tiszteletére rendezik 2013-tól hagyományteremtő szándékkal minden évben ezt a fesztivált, erősítve a város identitását is. 4 évvel ezelőtt, amikor a faluház igazgatója kitalálta, hogy legyen egy ilyen hagyományteremtő céllal egy Kalászi Kocsi Fesztivál, akkor mi is lehetett volna ennek az apropója és az origója, ha nem az a Kalászi Kocsi, amit itt nem messze Budakalász területén találtak, és ami a Budakalász címerében is szerepel. Ez egy több ezer éves kocsi ábrázolás, ami sok tudós és régész véleménye szerint az első, egyébként az emberiség történetében az első igazi kocsi ábrázolás. Ez a kocsi szerepel a mi címerünkben, és itt a körforgalomban egy felnagyított élethű mása is szerepel. És ennek a kocsinak az apropóján kezdték el szervezni a barátaink ezt a most már tényleg hagyományt teremtett Kalászi Kocsi Fesztivált, és mi azt szeretnénk, hogyha ez a hagyomány ez sokkal tovább élne, mint ez a 4 esztendő, amit idén most már tudunk önöknek bemutatni, hanem nagyon sokáig, akár évtizedekig ez működne, és erre valóban ez a hagyomány, ez a Budakalászon megtalált kocsi, ez nagyon jó alapot adhat. És szerintem azok az autósok, akik ide el fognak jönni, akár oldtimerek, akár új autók, akár csak látogatók szempontjából, minden esztendőben évek óta jól érzik magukat, nagyon jók a versenyek, amiket kicsitnek rendeznek, jók azok a programok, amiket a faluház szervez, és nagyon népszerű a budakalásziak körében, minden szempontból a kicsiknek, nagyoknak, úgyhogy véleményem szerint ennek a szellemében lehetne ezt a Kalászi Kocsi Fesztivált folytatni. Az állandó programok mellett rengeteg újdonságra is számíthatnak majd a résztvevők. Évről évre bővül a programunk. Annak idején, amikor Péterrel kitaláltuk közösen ezt a rendezvényt, ugye aminek az indítója, amit polgármester úr elmondott, az a Kalászi Kocsi, ami egy fontos identitást ad a városnak.
És először ugye hálás téma a kocsi, mert tényleg minden, ami négy keréken gurul. És hát Péterrel sokszor megosztottuk az ötleteket, nekem is voltak rendezvény ötleteim, a Péternek mindig vannak, és mondtam, hogy van egy ilyen elképzelés, és mivel ő ugye az autósport világában igencsak jártas, mert maga is művelte ezt a nehéz szakmát, egyből bedobta, hogy mi lenne, hogyha ennek a központi magja egy túra, rally és sportautó kiállítás lenne, így indult. Valóban ez az évek folyamán kiegészült az oldtimer, veterán autókkal, motorokkal, illetve hát most már egyéb programokkal is, amik az autózáshoz köthetőek. Idén annyiban bővül a programunk, hogy most már nem csak szabadtéren, hanem benne a házban is lesznek események. Az egész nap az egy családi nap, tehát itt tényleg a gyerektől a hölgyeken át az urakig mindenki talál magának megfelelő programot. Idén május 7-én már a 4. kocsi fesztivált rendezik meg a szervezők. Az előzetes jelentkezések szerint sok érdekességre is számíthatnak a látogatók. Két fajta ember van, akinek van autója, és akinek nincs autója. Igazat mondott a kisöreg, mindenféleképpen. Most is én is azt tudom mondani. Tehát május 1-én voltak ezek a rendezvények 3 éven keresztül, a nagy város elszippantotta, és a különböző autósport rendezvények a tömeget. Kitaláltuk, hogy ettől az évtől kezdve máskor, tehát a május 1-e utáni szombaton fogjuk megrendezni. Sokkal többen jelentkeznek is különben, és nagy az érdeklődés, azt megmondom őszintén. Ezért dönteni kellett, és úgy döntöttünk, hogy elsősorban az itteni, ebben a régióban versenyzőknek adunk teret és lehetőséget, hogy bemutathassák autóikat egy kellemes családi nap formájában, valamint nagyon rengeteg veterán autós jelentkezett, akik el szeretnének jönni, és hát boldogan várjuk is őket. Nem is tudom, hogy fogunk elférni, tehát lehet, hogy ez a kiállítás kicsit túl nőtte magát, de nem baj, szorosabban fognak az autók egymás mellett állni, mindenkinek az autóját nagyon szívesen látjuk. A Kalászi Kocsi Fesztivál középpontjában a túra, a rally autók és a veterán járművek állnak. Az esemény célja a város identitásának erősítése mellett az, hogy a gyermekekhez, a családokhoz közelebb hozzák a magyar autósportot, testközelből ismerkedhessenek meg ezzel a nagyszerű technikai sportággal. Hogy én, mint résztvevő, aki mondjuk az elmúlt összes kocsi fesztiválon addig részt tudtam venni, így mi az, amit nekem kiállítóként, vagy azt mondom, hogy versenyzőként a tapasztalataim. Első körben az, hogy versenyzőknek ugye gyakorlatilag mindig az látszódik, hogy elmegyünk egy versenyre, ott vagyunk, versenyzünk, és mindenkinek van egy képe erről, amikor azt a versenyeket megnézik, hogy ez mennyire jó kikapcsolódás. Egyébként ez nem, mert ez egy elég komoly munka egy ilyen hétvége. Ezt szerintem, akik itt ülnek, akik versenyeztek, az pont mindenki tudja, hogy ez milyen dolog. És ezeknek a programoknak még azért szoktunk külön örülni, mert nagyon kevés olyan felület van, vagy olyan platform, ahol tényleg az autóinkat meg tudjuk mutatni, amire azért büszkék vagyunk, hiszen nagyon sok energiát teszünk abba, hogy ezek az autók így nézzenek ki, és ezzel tudjunk versenyezni. És ez nagyon szimpatikus tényleg, amikor egy hétvégén ilyen családok megjelennek, és közelről meg tudják nézni az autókat, bele tudnak ülni. A kisgyerekek nagyon közelről meg tudják ezeket a dolgokat érinteni, és ezek a családok azért ezek a versenyekre, hiszen Budapesttől sajnos eléggé távol vannak, nem mindig tudnak eljutni. Ezzel is egy picit színesítve a programokat, és hogy nem csak a versenyautókról, beszéljünk tényleg az oldtimer autókról és azokról a különlegességekről, azok azért fontosak, mert Magyarországon azt veszem észre én is, hogy a szakmámból is kiindulva, hogy egyre nagyobb igény és egyre nagyobb érdeklődés van a régi autók iránt. Németországban ez már ott tart, hogy az adaknak a német autósport, vagy a német autós szövetségnek 1.200.000 regisztrált oldtimer felhasználója van, tagja van, és Magyarországon is egyre népszerűbb ez az oldtimerezés, és nagyon remélem, hogy minél többen lesznek azok, akik ilyen autókat fognak építeni, és ezeket az ilyen rendezvényekre, az ilyen neves rendezvényekre ki fogják tudni hozni, és megmutatni. Az esemény apropója, hogy 6000 évvel ezelőtt Budakalász városának határában régészeti ásatások során került elő Európa első kocsi ábrázolása, mely azóta is a kalászi kocsi nevet viseli. Egy fekete hangú, fehér énekes koncertje töltötte meg a Rockházat április 15-én a Kóskároly Művelődési Házban, amikor Deák Bill Gyula teljes életművéből készült válogatást hallhatták a koncert résztvevői.
Az elmúlt időszakban több neves előadó is fellépett a Rockház színpadán. Takács Tamás után Deák Bill Gyula zenéjére tombolhatott a közönség. Az ismert blues zenész Bill kapitány első alkalommal találkozott a budakalászi rajongókkal, akik zsúfolásig megtöltötték a termet, hogy élőben hallhassák a már jól ismert blues klasszikusokat. Átöleli az én munkásságomat a Hobo Bluesmentől idáig, játszunk mindenfélét, aztán játszunk az István királyból is két notát. Játszunk mindenfélét, lehet, hogy egy-két Hendrixet is, nem tudom, hát fogalmam sincs még, hogy mi lesz, de valami várható lesznek, lesz sok régi is, rossz vér, hosszú láb. Én figyelem a közönséget, tehát nincs felírva, hogy milyen sorrendben játszok a dolgot, az hangulat függ, meg hát milyen hangulatom van nekem, és attól is függ. Jó az hangulat, nagyon kellemes hangulat van. Úgyhogy segített rajta, mert kaptam egy kis ukrán konyakot, nagyon finom, és megkóstoltuk, úgyhogy jó. Örülök neki, hogy előjöttem ide, játszottam már Pomázon, Szentendrén, Békásmegyeren. Fogunk játszani ezen a Hékás-Békáson is. Játszottunk azért egy pár helyen, én meg még ez elég sok helyen, mert én már nagyon öreg vagyok. És hát játszottam már egy hülyéskedek. Visszajátszunk mindenfele, jó holnap például Debrecenben játszunk a Kaptárba, jövő héten Szentendrén játszunk, aztán van egy ilyen meghívásos dolog, egy ilyen a születésnapos dolog, ott játszunk, mindenfele játszunk, a Volt Fesztiváltól kezdve, ahova meghívnak, Harley Davidson Fesztivál, Alsó Őrs, úgyhogy mindenfele, ott, mindenhol ott vagyunk, ahol meghívnak, városi rendezvények, akkor motoros fesztiválok egy pár, úgyhogy ahol szeretik ezt a zenét általában. Mindenhol másabb a hangulat, másabb, közelebb van a közönség, de annak is megvan a maga varázsa a kisebb koncerteknek, mert közelebb van a közönség. Én szeretek játszani kicsit nagy koncertet egyaránt, úgyhogy teljesen mindegy, Monsre koncertet is. Énekeltem én már 90 ezer ember előtt is a Népstadionban, meg játszottunk, meg Brian Adams előtt, meg Extreme, meg ilyenek előtt, úgyhogy meg volt István a király is, Népstadionban, csomó helyen játszottunk, úgyhogy játszunk mi mindenféle, mindenféle fesztiválon, ahova meghívnak, másabb, mindenhol más az a jó ebbe az egészbe, ebbe a zenélésbe, a kisebb, nagyobb koncerteknek is megvan a maga varázsa. Lehet, hogy lesz szó jövőre szóval róla, de már előbb is szó volt róla, csak hát aztán itt olyan mindent letöltelek, úgyhogy nagyon nehéz. De hát muszáj lesz valami anyaggal előjönni megint. Még annyit hadd mondjak, lehet, hogy hajrá, Fradi! A nagy koncert előtt a Bőgő zenekar hangolta a közönséget, akik már második alkalommal zenéltek a Rockház színpadán. A trió tagjai ez alkalommal is saját szerzeményeiket játszották, hamarosan új dalokat is hallhat majd tőlük a nagy érdemű. A Bőgő együttest hallja először, és utána pedig a Deák Bill Gyula zenekar, a Deák Bill Blues Band fog játszani. Nagyon örülünk annak, hogy mi játszhatunk itt már másodjára. Már voltunk ebben a kiváló művelődési központban, és nagyon jól éreztük magunkat. Megtisztelő ránk nézve, hogy egy újabb lehetőséget kaptunk. Ez a Bőgő együttes, hát egy trió, egy rock blues trió. Mi évek óta csak a saját dalainkat játsszuk, ezek az én szerzeményeim, a zenét és a szövegeket is én írom, és hát tulajdonképpen mi ebben a zenei világban mozgunk, amit én annak idején megálmodtam. Általában a zene szokott először megszületni. A szövegírás az egy bonyolult történet, és nagyon sokáig nem volt bátorságom arra, hogy azért nem tartom magam géniusznak, hogy mindent én csináljak, nem ragaszkodtam hozzá, de aztán a szükség úgy hozta, hogy végül is a saját azt a fajta intuíciót, azt a fajta atmoszférát, amit érzek a zenében, amit én kedvelek, annak a szövegvilága is az én számból talán hitelesen. És így, mivel énekes vagyok, a frazírokat is könnyebben tudtam, azokat a mással hangozókat és magánhangzókat úgy alakítani a szövegírással, ami nekem kényelmes. Egyfolytában születnek a dalok, nagyon sok új szerzemény van, amit még nem tudtunk bemutatni nagy közönség előtt, mert azért a zenész kollégáim más zenekarokban is játszanak, és így azért elég nehéz egyeztetni a dolgokat. De most tervezzük, hogy a jövő héttől egy stúdióba vonulunk, és felvesszük az új számot. Ami egészen biztos, az mondjuk egy kicsit a messzi jövőbe fogok tekinteni, de mindig közben azért alakulhat, másképpen alakulhat a prognózis, ami egészen biztos, az
a Sziget Fesztiválon fogunk a Blues színpadon fellépni, augusztus 16-án 17 óra 30 perckor. Azért érdemes kilátogatni, mert mi mindig szívvel lélekkel játszunk, és két embernek is, és 2000-nek is ugyanazzal a szeretettel próbáljuk ezeket a dalainkat előadni, tehát nincs különbség az intenzitást illetően. Mi nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, nekünk az egy nagyon jó érzés, hogyha mások is hallhatnak minket, és ráadásul még tetszik is nekik, amit csinálunk. Hát ezért csináljuk. A Bőgő zenekar hármasa, Moldovány Gyula, Nagy Zoltán, Vári Zoltán hamarosan elkezdi a stúdió munkákat, és akár már a nyári koncerteken az új szerzeményekből is hallhat párat a közönség. Kedves nézőink, a folytatásban megtekinthetik a 4. Kalászi Kocsi Fesztivál sajtótájékoztatóját és a legutóbbi Rockház koncertjét. Elérhetőségeink változatlanok. Telefonszámunk 303-287, e-mail címünk pedig info@vkctv.hu. Friss adással április 29-én várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!